Sziasztok, én Gomika Csajék, és ez itt újra egy... Hogy hívják rész? Egy... Minek hívják ezt? Igen, Oxygen Not Included. Oni, legyen csak Oni. Amúgy tök parád is, hogy itt fönt látszik az FPS-em. És elkezdtük a játékot 60 FPS-sel. És ez így szépen csökken lefele egy idővel. Azért így nagyon-nagyon proci heavy a játék, én azt mondom. Nagyon proci heavy tud lenni. És jó, nem mondom, nincs egy übergiga gépem, szóval egy i7-4470-es videokártyám van, procim van, meg egy GTX 1070-es 8 GB-os Gaming X-es vidikari, amellé 28 GB RAM. Szóval megértem, de ez egy heavy, de egy ennyire azért zombi. Úgy csak azért nagyon fontos ez a, ezek a cuccok, még majd ezt így valaki nem értené, hogy miért. Az én fajta kolóniáimnak, szóval nem feltétlenül igaz ez mindegyiknél, meg mindenhova, de én azt vettem észre, hogy a föld, ezeket kiraktam, a réz, a föld, a homok, szén, ezek létfontosságok. Ha nincs, akkor bukik a kolónia teljes mértékben. És éppen ezért szeretném is ezt megőrizni. És fel akarom ezt a részt itt zárni teljesen, hogy a hő ne tudjon egy szembe jutni. Így sem tudom 100%-osan megoldani ezt a fajta dolgot. Bár lehet, hogy lerakok még egy... Nem, lerakjak. Nem kell rakni, jó ez így szerintem, annyira nem melegíti. 50 fok, 32, szerintem ez vállalható. Én legalábbis azt mondom, hogy ez nekem vállalható. Még ezt még ezeket így kapjuk itt össze. De ez a beteg felvesz és rádobja. És eldobja azt is. Jó. Ez a létre, ez mit csinál itt? Hopp, 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 és tudom nézni végre. Aha. Jó, szennyvíz jön ki. Csak valahogy olyan kevés szennyvíz jön ki belőle, hogy ez nagyon kevés. Alga. Alga az jöhet. Szennyeződésekkel hogy állunk? Minden csillivilli tiszta. A víz piszkos, azt tudjuk. Jól van. És ahogy nézem a duplikánsai, meg csetek, amire megkértem őket nagyon szépen. Ezt 9-essel le is pakolják nekem, mert megkérem őket. De hogyha lemész oda, nem fogsz tudni följönni. Ne menj le! Ne menj, gyere, úgy ügyes vagy. Ah, ez az. Nem tudom, hogy mennyire fontos ez a rész. Itt ez annyira nem, amúgy nem fontos.
Jó, nem baj. A lényeg az, hogy most ez is meg van csinálva. Föld leesett. Ennyi. Viszont visszaállunk arra, hogy ha építeni akarok, pont az ne 9-es, csak 5-ös. Hogy 6-ossal csinálják, legyen 6-os. Legyen 6-os, legyen, azt mondom, az jó. Jó. És most kéne, hogy jöjjön egy nagyobb projektünk. Jó, kezdjünk neki a nagy projektnek. Szóval teszünk ide egyet. Na jó, igen. Ah, és már kezd is csinálni. Jó. Ennek nem is kell több. Ez 1-2-3, 1-2-3. Jó, 1-2-3. És 1-2-3-4-5. Egy kimarad, 1-2-3-4-5. Azt majd lebontjuk. Azt majd lebontjuk. Ide. Csinálunk ide létrát. Ide is leteszünk egy ilyet. Ide is, ide is, és ide is. És ők lesznek a hidrogén tartályaink. Így van. Ők lesznek a hidrogén tartályaink. Itt pedig úgy kéne megcsinálni, hogy az úgy jó. Jó, ez nem biztos, hogy teljesen jól kihasználom a lehetőségeimet, de most pillanatnyilag ez van. Azért jó rákezdtek, mit nem mondjak. Valahogy nem akarják annyira építeni a hálókörletüket. Jó van, én nem vagyok kellene semmi jónak. Nekikezdtek szépen annak, aminek kell. És úgy kéne csinálni. Gáscső. Szigetet, gáscső. Igen, jó. Akkor a gáscső. Ő a bemeneti. Ő bemenet. Ő kijön. És bemegy ide. Így bejön, és tovább megy ide. Ő kijön, és tovább megy ide. Ő kijön, és tovább megy ide. És ő pedig itt fog kilépni valahova. Nem. Teljesen hülye vagyok. Leromboljuk csak a gázcsöveket. Jó, igen, aláírom, ez egy nagyon nehéz, legalábbis nekem ez a fajta gondolkodás. Szóval
Szellőző. Jó, ő itt kilép. Itt belép. Ő itt belép, ott kilép, nem, nem. Ott kilép, ott belép, ott kilép. Ő akkor bemegy. Itt kijön, ott belép. Ott belép. Itt kijön, ott bejön. Ott kijön, ott bejön. Ott kijön, ott bejön, és itt kijön. Akkor de, akkor jól gondoltam. Akkor semmi. Akkor jó. Ez volt az alapvető tervünk is. Eredetileg. És ez lesz a hidrogén tartályunk. Itt látok egy kis problémát. Nem tudom, srácok, ti erről mit gondoltok. A kajával PRP jól állunk. Igen, azzal jól állunk legalább. De ott azt tudják használni meg azt a... Jó, akkor igazából nagy problémák nincsenek még egyelőre. És bepisílt. De mi pisíltél be? Van dedikáltan pisilésre való helységünk, haver. Ezt most azonnal takarítsd föl. Most. Mindenki. És szállítsatok is ennyit azonnal. Mindent. És lassan be kell aktiválni a másik hűtőt is. Inkább legyen most bekapcsolva. Már megint bepisült. Jaj, jó, hát szerencsétlen vagy, akkor nem tudok mit kezdeni. Jó, akkor ezt reggel azonnal takarítsátok össze. Azonnal! És az lesz a terv, hogy teszünk majd le mindenhova ilyen légfúvókat, vagy most tudom, minek hívjuk majd őket. Ezt nem kell. Szóval teszünk majd mindenhova ilyen légkifúvókat, amit majd akarok majd automatizálni. És mondjuk itt fel kéne vinni mondjuk egy 1000 gramra a légtömeget. És az óra szerint most fel kéne kellem és mozogni kéne, hát azt én most nem fogom csinálni. Viszont készen van a egyik területünk.
És valószínűleg ide nyitunk egy kaput. Na, nekiálltunk kaját csinálni. Jó. Egyet mi ott kibányázhatsz, remek. És most sem majd a turpisság a dologban, mert én nem akarom, hogy itt gázok át tudjanak majd jönni. Ezt le is vadásznám. Harc, jó? Oké. Igen, jó, és akkor az a terv, hogy csinálunk ide egy ilyet, és egy ilyet. Ezt részt pedig ki kéne így ásni. Ide tesszük, ezt ne építsétek meg, építés törlés. Kíváncsi, hogy ezt megcsinálják szépen, akkor tudnak-e úgy mozogni, hogy én ezt szeretném. Mert ide akarok csinálni egy légzsilipet. Ami nem légzsilip lesz, hanem igazából egy vízi zsilip. Csak nem tudom már, hogy csináltam meg még annó sok-sok évvel ezelőtt. Úgy látszik, hogy tudják használni. Aha. Jó. Oda még kéne egy ilyen cucc. Esetleg oda meg oda még tudtak tenni? Tudnak hát. Remek. Csak az etika kedvéért szeretném. És akkor szeretnék oda egy ilyen kicsöpögőt. Egy folyékonyos okosságot. Hogy mivel kell ezt fog U betűvel? Ott bejön, ott kijön, igen. És ameddig a víz el nem érje ezt a szintet, amikor gázok már nem tudnak ott létezni lényegében. Na akkor elzárjuk szépen a csapot. Oxigénnel amúgy hogy állunk? Hát amúgy nagyon szarul, ami ezt illeti. Ezzel a kibővítéssel jól tökön szúrtuk saját magunkat.
Az ez pont éjszaka fog majd. Hát nem éjszaka. De ezt igazából itt most ki is lehet megkapcsolni. Jó, akkor csak 9-esbe, de... azt mindenféleképpen meg kell csinálni. Reggeli első dolgotok legyen. Pisi után, köszönöm. Nem akarom, hogy kicsorduljon itt a drága értékes vízünk. Jó, és kész is. Készen van a erzált, elzárt részünk. És akkor most jön az a része, ami vicces lesz. Itt teszünk majd egy létrát. Ezt itt kibővítjük. Na, első körben kell nekünk a finomítóban, nem hiszem, hogy benne lesz. Az oxigénben már annál inkább. Vízbe állt elő hidrogént és oxigént. Jó. Ebből szerintem legyen kettő. Rendben. Ezt a részt ki kéne ásni. Így. Ide kéne tenni egy ilyen falat, meg ide is. Kéne egy pumpa. Nem teljesen. Kéne egy pumpa. A pumpát én mondjuk ide gondoltam. Meg a moda. És az könnyen mozgás érdekében egy ilyet is letehettünk nektek. Sőt, igazából meg lehetne azt is csinálni, hogy ezt inkább ne így csináljátok meg, hanem inkább így csináljátok meg. Így, aha. Mondjuk így, az sokkal jobb lenne. Kérdés az, hogy vajon... ja, amúgy az a tervem, szóval ő egy elektrolizáló készülék, vízből állít elő oxigént, két hidrogént és egy oxigént, ugye amiben a víz is áll. Na most... na most, ő felpumpálja szépen a levegőbe ide a hidrogént és az oxigént, ők ezt beszipálkolják. És kell nekem majd egy átrakító. Remélem, hogy annak csövek. Aha, gázszűrő.
És pont elférünk itt, remek. Vagy nem fogunk elférni. Jó, igazából ez a legkisebb problémánk. Ha csak ennyi probléma lesz, akkor én örülni fogok. Azt is ott megcsináljátok? Remek. Kapjanak áramot. Szerencsére a víz az úgy, ahogy már be van kötve. Oké. Igazából nincs, mert Shelsters is ki kell ásnunk. Vagyis lényegében ők már mondhatni meg vannak. Ezt a részt kiásom így. Kapnak ide egy kis talajt is. És az a terv, hogy a hidrogént azt begyűjtjük ezekbe a tartályokba, ők lesznek a hidrogén tartályaink, idővel pedig majd ők is fognak nekünk majd áramot termelni. Nem dedikált. Nem! Jó, nem a világ vége, amúgy, csak nem örülök neki. Gázszűrő az ott mehet ide? Vajon? De mi mehet? Jó van. Ide is mehet. Oké. Jó, nem kell ennyire sietősen. Elég csak hatosan megcsinálni. Ha nagyon stresszelnek. Kaja van. Sós koncentrátum. Szia! Jó, és akkor amit ők beszipákolnak cuccot, azt itt le is tudjuk hozni ide. Itt mi kiválasztjuk a hidrogént. És innen megy tovább a buli. Földgáz, foszfor, gőz, hidrogén. És neki is kell áram. És igen, ők mi nem kapnak semmit, de ő már pumpálja a valószínűleg a hogy hívjákat. A széndioxidot már pumpálja is kifele. Hova megy amúgy ez a szén-dioxid? Ja, ő belemegy most. Ja, és jó, oké. Akkor most egy kicsit így lassítsunk be. Ezt a részt, ezt zárjuk le, hogyha lehet.
És ő miért nem pumpál blokkolcső? Ja, értem. Akkor őt mi nem zárjuk még le. Még nem zárjuk le, hanem ez van ez a vízcső, nekem gázcső kell. Oxigén helyett szellőztető. És ezt lebontjuk, ezeket lebontjuk. Jó. Jó, így most már nincsen blokkolva a cső. Őt szerintem ott telítődik. Rendben. Álljunk meg. Akkor a hidrogén belemi a tartályba. Őnekik kapniuk kéne vizet, amit itt meg is kapnak, csak ilyen formában. És ezt megint csak holnap. Jó van, ez nem baj igazából, ez csak egy ideiglenes dolog egyelőre. Hogy ja. Jó, a csöveket azt úgy létcsináljátok már meg nagyon gyorsan. Most. Ha kérhetem. Még azt az egy csövet meg nagyon gyorsan meg kéne csinálni. És akkor itt le is tudom zárni. Így van. Jó. Ja, és ha jól tudom, akkor el is... Jó. Most jön az a része a dolognak, hogy kell egy szellőztető. Nagymas területekre engedik el. Jó. Kiengedi a cuccokat. Ez is jó. Hát ezt ide rakom. Nyomásérzékelő kéne. Folyékony gázszelep, gáznyomás érzékelő. Ó, ez ki is van tanulva. Remek. Akkor most szeretnék kérni tőletek, hogyha mit csinálnátok nekem. 5 darab, opá. 5 ilyet. Jó, és egy kicsit lassítsunk be. Gáz, szellőzés. Hát ez automatizálásban lesz benne. Aha. Jó, nincsen probléma amúgy.
Én már csinálgatja is nekünk a izéket. Nem tudom, hogy mennyibe kerül. Vagy egy darab. Ó. Oh. Jó. Szupi. És hogyha... mondjuk legyen itt a nyomás. Automata vezérlés. Hogyha ő eléri a... Ez az korrekt, amúgy. 1000 grammot, remek. És mind az ötöt le is ütötte nekem? Nem ütötte le. De ez megint csak holnap derül ki. Viszont, hogy ez hogy fog működni, az a következő résznek a tartalma. Én köszönöm a figyelmet, legközelebb innen folytatjuk. Sziasztok!